Peller Marian vagyok. Mindig is érdekelt, vonzott a misztikum, a kézzel meg nem fogható, fizikai szemmel nem látható, megmagyarázhatatlan dolgok. Az a világ, mely mindnyájunkat körülvesz, és minden pillanatban áthat. És amely a szívünkön, sugallatokon, megérzéseken keresztül igyekszik felvenni velünk a kapcsolatot. Több mint 10 éve tudatosan ilyen szemmel figyelem az embereket, és a földi világunkat. Mert hiszem, hogy hite mindenkinek van. Az, hogy mikor, milyen mélységben képes megélni azt, attól függ, épp milyen tudatossági szinten áll a lélek. De mindenkitől lehet tanulni valamit. Ezért jött létre ez a műsor. Utazás a lelked körül. Lilu, az RTL Klub műsorvezetője, a Liluland alapítója, szinte sosem beszél magánéletéről. A lelkéről, belső világáról pedig még annál is ritkábban. Óvja magát és szeretteit a nyilvánosságtól. Most mégis kivételt tett, amiért nagyon hálás voltam neki. Tudnod kell, hogy a földkerekségen jelenleg nincs még egy ember, talán egy-kettő, akinek egy ilyen típusú beszélgetésre eljöttem volna. Tényleg, téged annyira kedvelek, ezt tudod, és igazából hozzád jöttem most. De nekem eleve ez a lelkemet kibeszélni, én nem szeretek a lelkemről beszélni, mert mint hogy annak a 3-4-5 embernek, akivel amúgy is beszélek róla, de nekem ez ilyen fura. Tökéletesen értem, amit mondasz. Akkor fölteszek olyan kérdéseket, amik engem nagyon érdekelnek, jó. És rád bízom, hogy milyen mélységig engedsz. Jó. Jó? Hiszel te bármiben? És itt ez nagyon tág. Te tényleg. Hát én sok mindenben hiszek. Én persze. Én hiszek a család összetartó erejében. Abban, hogy a családom, meg az a szeretet, ami engem körülvesz, meg amivel mi vagyunk egymás iránt, az megvéd szinte mindentől. A ti családotok különösen, igen. Tehát az egy-egy nyilatkozat, igen, vagy egy-egy poszt, amit az édesapáddal, édesanyádról ki szoktál tenni, az mindig érzem, értem, hát hogy milyen szoros kötelék. Nekem nincs nap, hogy ne beszéljünk kétszer. Ha bajban vagy, mindig fordulhatsz hozzájuk? Ha úgy érzed, hogy mély pont van? Én nem tudtam az életemben olyan hülyeséget csinálni, tényleg. Ami szerintem egy fokmérője a bizalomnak. Hogy tudtam, hogy nagyon ki fognak akadni, de mindig erősebb volt a bizalom, meg az, hogy mehetek haza, meg tudom azt, hogy nem az lesz az első, hogy leszúrnak, az a következő körben van. Hanem az első kör az, hogy oké, de hogyan vigyázzunk rád, oké, de mi van veled, oké, de hogyan segítsünk. Ez gyakorlatilag kiskamaszkorom óta már így volt, és nagyon érdekesen ezt a tesóm is felnőtt korunkig elhoztuk, hogy nem is csak a nagy, nem is csak a szeretet, hanem tényleg ez a bizalom, meg ez a velük vagyok egy. Tényleg. Tehát én ez tényleg a családom, egy egység. Igen, tehát én tényleg a családommal, az összes hülyeségükkel, mindennel vagyok egész. Úgyhogy ebben abban nagyon hiszek, hogy a család az tényleg így bármire képes, meg az a szeretet, amit itt tudunk egymás iránt érezni. Ugyanez így a lefele is, a gyerekek fele. Hogyne. Azt el tudod képzelni, hogy nem véletlenül ők a szüleid? Hogy van valamiféle rendező elv, ami miatt éppen ő az édesapád, édesanyád testvéred? Megmondom neked tök őszintén, hogy ezen én nem gondolkodom. Egyáltalán. Nekem ez egy evidencia, hogy egészen pici korom óta, amióta így a szeretetet definiálni tudom, meg egyáltalán így meg tudom fogalmazni magamban, hogy ez mit jelent, meg fel tudom mérni az érzéseknek a nagyságát, hogy egyszerűen a szüleimmel, a tesómmal, akivel ezért sokkal bonyolultabb a kapcsolatom, de ott is van egy ilyen nagyon, tehát, ha baj van, akkor összezárás. Az. Igen. Ott nincs kérdés, meg nincs kértség oda-vissza. Szóval, hogy én azóta tudom, hogy ez nem egy olyan kapcsolat, ami bármilyen módon tud lazulni. Nem tud olyan történni, hogy mi elszakadjunk egymástól. Tehát ez igazából ez a tudásomban.
ezzel kapcsolatban. És azért nem is foglalkozom, mert olyan evidencia, hogy így nem kérdés. Akkor félelem sincs benned azzal kapcsolatban, hogy egyszer majd elveszíted őket? Hát erről nem akarok beszélni. Megértem. Erről nem akarok beszélni, mert ez az egyetlen, amire gondolni sem akarok, meg nem is tudok, meg most még tényleg úgy vagyok vele, hogyha csak bármi hasonló téma, én tudom, hogy nem fog másnap felkelni a nap, úgyhogy én ezt nem... Nővé, ez pontosan, mintha az Annával beszélgetnék erről a témáról, pont eddig jutunk minden egyes alkalommal. Ez nincs. Nem, ez nincs. Megértem. Ez nincs, mert ez nem lehet. Igen. Ez... Igen, mert annyira egység. Oké, teljes mértékben megértem. Hiszel abban mondjuk, hogy nem véletlenül találkozol bizonyos emberekkel. Akár csak Máté Krisztára gondolok. Lehet így is fogalmazni, én nem így fogalmazom. Hogy? Hogy fogalmazod? Én inkább úgy fogalmazok ilyenkor, hogy azonnal megtörténik. Szóval, hogy vannak olyan kapcsolataim az életemben, nagyon kevés, ami abban a pillanatban nagyjából, amikor fél órája már együtt töltjük az időt, eldől, hogy ez erős. És nem indokolja az idő, nem indokolja az együtt töltött idő, úgy értem, nem indokolja a körülmények, meg semmi, de a férjemmel is ilyen volt a találkozásom. Fél óra múlva ez egyszerűen eldőlt, tehát így nem lehetett máshogy. Tudtad? Hát érezted, ilyen, hogy igen, ez, hogy ez, igen, hogy igen, ez pipa, igen, ő, igen, egyszer ő azt mondtam, hogy így mi nem találkoztunk, hanem egyszer megismerte, tudtam, hogy ő. De, látod? De ezt viccből szoktam mondani. Pedig nekem ez a spiritualitás ennyi a hétköznapokban, hogy az ember hagyatkozik a megérzéseire. Krisztával is úgy volt, hogy mi így nagyon rövid idő alatt annyira közel kerültünk egymáshoz, hogy igazából meg se tudom fogalmazni, hogy ő most a barátnőm, mert annál egyébként több. Hát még hasonlítotok is egymásra. Szóval, hogy így... Tehát olyan, mintha testvérek találtak volna igen, egymásra. Igen, nagyon, más... ilyen, tényleg ilyen megmagyarázhatatlanul, így pedig egyébként nagyon mások vagyunk. Tehát én ilyen kis hebrencs vagyok, meg nagyon-nagyon szenvedélyes, meg nagyon kis, én vagyok, mint egy ilyen kölyökvizsla hozzá képest. Nem, ő meg rendszerben gondolkodik pedig elképesztő igen, módon. De hogy annyira jól illeszkedik az én kis lobogó hülyeségem az ő egyébként tök jó működő rendszeréhez, azt jól megbontja, engem meg jól rendez, hogy ezért is működhetünk mi ennyire jól. Meg hát egyszerűen van, amikor így tudod, hogy valakit egyszerűen szeretsz. Igen. Hogy van a kapcsolatok, amikor melletted van valaki 5 évig vagy 10 évig, de nem fogod annyira szeretni, mint valakit fél óra után. Igen. Na és nekem a Kriszta ilyen. Olyan fura, egyszer Bárdos megkérdezte, hogy miért szereted a Krisztát? Annyira meglepődtem. Hogy miért? Amiért te? Hát szeretem. Tudod, egyébként hogy kérdezhet ilyet egy férj? Nem, ő arra volt kíváncsi, hogy én miért jó, szeretem. Világos. És ilyen, tudod, rendesen váratlan dolgokat tud. És akkor így megint visszisölgöltem, hogy egyébként így, mert? De ugye ez így tényleg nagyon hamar eldőlt. Igen, szóval ilyen kapcsolataim vannak. Mondom, kevés. Igen. De ők pedig inkább már így a családom. Tehát, hogy nekem a Kriszta így nem is a barátnő kategóriában van, abban van valami könnyű, abban van valami könnyen elmúló. Ez pedig nem, ez pedig olyan, ez mint nem. Egy ilyen bebetonozott nem, ez alap. Nekem abszolút teljesen nem. Értem, vagy érzem, hogy miről beszélsz. Mi a helyzet a saját gyerekeiddel? Már említettél, ugye benne vannak a család egységében, ez világos. Igen. De még ha tudom, hogy nem posztolsz róluk sokat, ezt is tök jól csinálod, olyan ügyes vagy, de akkor is benne van minden posztban valami olyan mérőjövő ősi szeretet, amit te érzel irántuk, mintha szerelmeid lennének. Hát olyanok, ilyen nagyon, nagyon szenvedélyes a kapcsolatom, mind a két gyerekemmel. Mi eleve ilyen kicsit olasz család vagyunk, tehát mi ilyen hangosak vagyunk, mi össze tudunk nagyon veszni, mi tudunk hangosak lenni, 3 másodperc múlva utána ölelkezünk, szóval mi pont az apukám mondta múltkor, amikor eljött hozzánk, és így ment el, és mondta, hogy olyan olaszok vagytok, hazamegyek, otthon csönd van. Egy kis nyugalom. És olyan
Érdekes, mert ez, ahogy magamat védem általában, tehát hogy közszereplő vagyok, szerintem így elég jól csinálom egyébként a social kommunikációmat, megoldottam azt, hogy én vagyok ott, nem egy hazugság, uh-huh. sőt azt gondolom, hogy talán az egyik legőszintébb, mondjuk Instagram, az enyém. A gyerekeim ott vannak, nem csinálok úgy, mintha egy egyedülálló party girl lennék. A gyerekeim ott vannak minden egyes soromban, de a szeretetem felülírja azt, ahogy azt, amilyen népszerűséget lehetne mondjuk velük elérni. Én ezt mindig szoktam mondani, hogy ha én megmutatnám a gyerekeimet, az tényleg így letarolna mindent, mert hát a nagyfiám az már ilyen nem tud elképzelni, mennyire vicces. De az alapján, ami a humorod nagyon, neked is van. Ő nagyon-nagyon-nagyon vicces. Iszonyatosan jól néz ki, dögös, egy hosszú hajú vagány, csodálatos. A kicsi, az meg egy ilyen lángoló tűzgolyó, a vörös hajával, egy ilyen, tényleg, mint egy égő gyufa állandóan, amikor még be is hisztizik, és tudod, felfelé a vörös, és ilyen, nagyon-nagyon-nagyon. Ilyen remegve, úgy ölel, meg úgy fog, hogy így közül így csikorgatja a fogát, hogy még tele érezze. Tele azt a szeretet energiát, hogy alig tudja kiadni, de durva, hogy ennyi van benne. Nagyon. Elképesztő. Imád. Tényleg ilyen, te ő eleve egy nagyon-nagyon szenvedélyes kisfiú, hogy finom legyek. Kis szenvedélyes kisfiú. Szenvedélyes és rendkívül erős akaratú kisfiú, tehát hogyha nem az... Szofisztikáltan fogalmaznak az nem oda ülök, nem úgy ülök, nem addig ülök, akkor a nagyfiamhoz képest ez nagyon fura nekem, mert... Ő ilyen nyugis? Mert vele megtudtam, ő egy nagyon-nagyon-nagyon okos kisgyerek, és 2,5 éves volt, amikor folyékonyan beszélt, és együtt mentünk mindenhova, és 5 évesen felnőtt filmeket, nem úgy felnőtt filmeket, hanem mondjuk a Karib-tenger kalózait néztük, mert egyszerűen arra volt igénye, és ott tartott, és simán ült 2,5 a moziba, és megnéztük utána 3 órával később még egyszer, mert tehát, hogy ő vele mindent megdumáltam a picivel, ő most ugye ő is 2,5 éves, ő egyszerűen addig lángol, amíg nem oltom el azt a tüzet. Tehát, hogy így, és ez bármeddig. Elképesztő. Tehát, tényleg olyan, mint egy ilyen ausztrál erdőtűz. Bocsáss meg, hogy másfele kanyarítom a beszélgetést. Szoktál imádkozni, és most nem arra gondolok, hogy feltétlenül mi atyánk, üdvözlégy, hanem hogy kérni valamit, amire vágynál. Hogy teremtesz? Mert te annyira teremtő energiákkal bíró ember vagy. Ha valamit te eltervezel, azt létrehozod. Nekem a nagymamám nagyon vallásos volt. Nekem az édesanyám is vallásos. Ő templomba jár, ő imádkozik minden este. Mi meg vagyunk keresztelve, hittanra jártunk, esőáldoztunk a tesómmal, tehát hogy tudok imádkozni, nem imádkozom. Egyszer, amikor azt hittem, hogy zuhan a repülő. Akkor tényleg? Akkor elővetted a régi megkopott tudásodat? Meg így ígér, tehát mit tudom én, amikor például tudtam, hogy vártam a Félixnek a Prena tesztjét, mi az eredménye, akkor minden percben, mindenhova, mindent megígértem. És utána szégyeltem is magam, hogy ilyen hobbi ígérgető vagyok. Nem hiszem, mert miért? Utána mit nem tartottál be? Hát, én megjavulok, én olyan jó leszek, én mindent, én bármit, ha kell, én nem eszem a kedvencemet, én még hével se járok, csak gyalog, én mi bármi. Ugye, az én hitem szerint az, aki... vagy ami intelligens energia létezik, az pontosan tudja, hogy te milyen vagy, hogy ebből mi az, ami betartható, mi az, ami meg fog változni, hát és tudod, mi az, ami csak nem. A kétségbe esett, de mondom, ott ilyen, na, fú, ha ott az lett volna már előtte, hogy minden nap mondjak el 5000 mi atyánkot fél lábon állva, vagy mérlegállásban, igen, és egyek citromfagyit, amit gyűlölök közben, akkor egész nap azt csináltam volna, annyira... Az és amikor sikerült, tehát amikor kiderült, hogy minden rendben van, akkor átfutott. Akkor utána megint lezajjál. Megint, nem, egyébként. De a hála átfutott nem, azért, hogy igen, nem, de én köszönöm. Figyelj, a hála az az én életemnek, én tényleg nem abban élek, amiben te, és nem azt szerint a rendszer szerint gondolkodom, okay. Ami szerint te. De a hála az életemnek egy nagyon fontos része. Én mindig hálás vagyok.
De jó. De én egész nap hálás vagyok, tehát ez nekem egyébként nem egy ilyen, akkor ugye volt mondjuk itt egy konkrét eset, de azt, hogy jól vannak a gyerekeim, hogy egészségesek a gyerekeim, hogy a családom együtt van, hogy szerethetem így a szüleimet, hogy minden egyes nap, amikor felhívom őket, hogy ők itt vannak, hogy nem kell azon szorongani, hogy mit eszünk, az, hogy rájuk tudok figyelni, az, hogy van egy, tényleg talán a világ 3%-ának van annyira önfelett és gondtalan élete, mint nekünk, azért olyan végtelen hálát érzek, és egyébként ez rengeteg, ez a fő szorongásomnak egyébként a táptalaja, amivel élek már nagyon régen, hogy mi lesz, ha egyszer, hogyha nem voltam elég rendes, ha nem csináltam elég jól, ha nem vagyok elég jó ehhez, és akkor majd egyik nap, mert a baj az mindig úgy jött be, hogy egy telefonhívással, vagy egy másodperc alatt, és akkor, hogy jó akarok lenni, meg egyébként ez talán olyan, aminek így örülni fogsz, de hogy méltó akarok rá lenni mindig. Nekem az anyukám, ahogy vallásos, szerintem az egy nagyon erős nyomot, én nem tartom magam vallásosnak, de az egy nagyon erős nyomot hagy bennem, és nagyon, nagyon alakítja az életemet, a hálámat, a mindenhez való viszonyomat. Az én édesanyám az úgy keresztény, hogy nem a harácsoló, tehát nem az a keresztény, akiről mostanában azt mondjuk, hogy keresztény. Az én anyukámnak az életében a jótékonykodás, az anonim jótékonykodás, ami fontos, a mások megsegítése, az én anyukám nem néz át egy hajléktalanon. Nem történhet meg. Az én anyukám úgy keresztény, hogy beszélget, és egyébként, ha tud, segít. És az én anyukám ételt oszt, és hogyha valamit meg tud venni valakinek, pénzzel, ami neki van, akkor ő azt meg is teszi, és erre millió, tehát hogy egy millió ilyen történetünk van. És ezt a mintát te hozod. És ezt a mintát, igen, a tesómmal, mert igen, tehát hogy ez nekünk, ez, és nekem a kereszténységből van egy ilyen jó érzésem, ami tőle látunk, ami a segítség, ami az elesetteknek a segítségnyújtás, ami a gyengék védelme, aminek kéne lennie. Igen. És ami nem. Ez volt a lényeg. Szóval, hogy a vallásosság az így... Én nem, hát ez most nem lesz szimpatikus valószínűleg a nézőknek, én nem a vallásban hiszek, hanem, mert úgy érzem, hogy minden vallásnak valójában ugyanaz volt a gyökere, hát figyelj, ugyanaz az volt anyukám a lényeg. 16 éves voltam, amikor először elvitt Indiába, Nepálba. De irigyellek! De jó értelemben. Aztán utána Tibetben voltunk, háromszor voltunk Nepálban, kétszer Indiában, Tibetben, Butánban. Volt olyan, hogy elmentünk egy hónapra, elhagytuk a bőröndünket már az odaúton, és egy darab ruhát mostunk Indiában, és mentünk egy darab ruhával. Én minden egyes fotón ugyanabban a ruhában vagyok 5 hétig, 6 hétig. És ott mosogatjuk, és mászunk fel a hegyoldalban Tibetben. Akkor Tibet még nagyon máshogy nézett ki, mint most. Nyilván ott az nem tudja nem megérinteni az embert, meg azt, hogy engem anyukám vitt oda, az emiatt is egy nagyon erős élmény nekem. Igen. Anyukám odavaló egyébként. Tehát anyukám olyan mint amilyen ott volt minden, annyira nem, nincs benne ez a, most én sem leszek szimpatikus, de ez az európai arrogancia, ez a nálunk van a bölcsek köve, és hanem tiszta. Nagyon, nagyon. Mondom, na vele lenne értelme beszélgetned, mert tényleg egészen különleges, és jó. Szóval így nagyon-nagyon sok minden van, ami hozzám tartozik, meg igen, amit láttam, meg amit tapasztaltam. Szóval tudod, azért nyilván összesen, mint amely 4-5 hónap ebben a térségben, az Isten. Nyomot hagy az emberen, jól hagy nyomot, tehát hogy tudsz azért úgy utána hazajössz, és még a legszkeptikusabb ember is azt mondja, hogy azért itt valami nagyon más. Szerintem az a nagyon fontos, hogy így próbálni jobbnak lenni, meg javulni, meg
Meg én tudom, hogy mik a hibáim most már. Tudom, hogy mik a rossz tulajdonságaim. Nagyon mert nehezen szembenézni, mert az egy... Nagyon nehezen tudok velük mit kezdeni egy csomó rossz tulajdonságommal. Ezt átérzem, én is tudom. Például tudom, és nagyon sokat küzdök vele, és próbálok ezen javítani. Ez egyik legrosszabb tulajdonságom, és szerintem ez egy nagyon undorító tulajdonság, hogy például így pletykáltam sokat. Hogy így szerettem, így meg, tudod, hallottam, amit is kell megbeszélni. De hogy ez például egy ilyen nagyon kártékony és gonosz igen, dolog, mert nem lehet másokról beszélni. Aztán ezt én szépen megtanultam a saját bőrömön, hogy milyen, amikor egyébként így emberek mondanak valamit, és akkor aztán még egy kicsi, meg még egy kicsi, és aztán egyszer csak így szembe jön veled egy olyan tényként kezelt valami, ami... És hogy nem kell, akkor kell valakiről mondani valamit, ha tudsz róla jót mondani. Igen. Szóval ezeket így tanulom szépen. Mi kellett hozzá? Mondjuk az anyaságá, vagy tehát az anyává válás, az olyan pillanat volt, ami mélyített, ami változtatott? Hát az mindenképpen, ugye? Meg egyébként nekem nagyon jót tett, hogy sokat voltam egyedül. Amikor a pici megszületett, meg már előtte is, nem nagyon, nekem annyira nagy volt a pocakom, én nem tudtam már menni sehova, és ugye a Dávid meg a férjem elmentek reggel iskolába, és én otthon voltam, nem nagyon mentem sehova. És az, hogy előtte meg mindig valamerre zsizsegtem, ezzel voltam, azzal, ide mentem, oda mentem, át, forgattam, nem tudom, és olyan sokat voltam egyedül, hogy így meghallottam magam. Hogy így el tudtam azon gondolkodni, hogy mondjuk így kit bántottam meg, hogy bántottam meg, milyen hibákat követtem el, kik voltak azok, akik mondjuk így rossz fele vittek el, hogy ki nem volt rám jó hatással, és nem azért, mert ő rossz, hanem azért, mert én más vagyok, és másra van szükségem. De hogy ez a sok egyedüllét, meg hogy otthon voltam a picivel, meg az, hogy 43 évesen lettem anya, és azt mindig elmondom, hogy ez a kisgyerek, ez egy áldás. Tehát ilyen szavakat például használok, mert tényleg az a gyerek az egy áldás. Az, hogy nekünk ő lett, és én annyira akartam ezt a kisfiút, én annyira akartam azt, hogy legyen a Dávidnak egy testvére, és ott legyen velünk még valaki, tudtam, én mindig tudtam, hogy hátul két gyerekülésnek kell lenni, hogy hátul két gyerek fog ülni, hogy nekem kell, én nem voltam kész még, nem volt kész a család, amíg nem volt meg a második. Mintha az asztalnak a negyedik lába hiányozna ahhoz, tényleg, hogy kiegyensúlyozódjon. Én mondom, én mindennél jobban igen. akartam ezt a gyereket, és amikor összejött, és hát 43 voltam, és aggódtam, rohadtul, tehát nekem azért sokáig ez volt, hogy még ennyi idősen is, mi lesz, ha nem lesz oké, vagy minek tök jó az életünk, így is hárman is tök jól vagyunk, és minek 19-re lapot húzni, és mi van, hogyha mindent elrontok, és szóval rengeteg kétség volt, és aztán így oké volt, és megszületett, és a kezemben volt, és Marian nem alszik, és nehéz vele, és tényleg olyan, mint egy kis veszett rókakoma, de egyszerűen nincsen az a perc, amikor éjjel 14-szer, 20-szor keltem fel hozzá, mert nem volt 30 perc, amit egyben Úristen. Aludt. Akkor is komolyan mondom neked, hogy nem volt olyan, hogy kiszálltam az ágyból és kivettem, hogy ne örültem meg neki. Pedig fél órával előtte találkoztunk, mert akkor raktam vissza, de nem volt másodperc, hogy ne örüljek annak a gyereknek. Hulla fáradtan, és egyszerűen annyira... És látom azt, hogy a Dávid is mennyire szereti, és ez egy másik minőségű boldogság. Tehát van, amikor boldog vagy, mert szerelmes vagy. Boldog vagy, mert örülsz valaminek. Boldog vagy, mert jó egy nyaralás, mert együtt vagy a haverjaiddal. Vagy megkapsz egy munkát. Igen, megkapsz egy munkát, és jól sikerült, és tök menő vagy. Vannak ezek a boldogságok. Aztán van az a boldogság, amikor megszületik a gyereked, és nem is tudtad eddig, hogy így mi fán terem a féltés, az aggodalom, igen. a szerelem, a szeretet, tehát valami... Hogy milyen mélységei és magasságai tudnak. És amikor én most ezt a két gyereket látom összebújva, megölelik egymást, szeretik egymást, van közük egymáshoz, az megint egy olyan minőség, hogy így... És egyszerűen annyira szuperek ezek a gyerekek, hogy ezek a gyerekek egyszerűen engem azt hiszem, hogy így fejlesztenek és jobbá tesznek. És annyira nagy a szeretet, amit érzek irántuk, hogy ilyen nagy szeretettől az ember nem tud romlani, csak javulni, hát, feljavulni. Hát emelkedik a rezgés szintet, bocs, hogy ilyen kifejezéseket használok. Ezt nem gondolnám. És azt mondják, hogy nem kell, hogy ezt gondold, csak de, hogy, én tudom, miről beszélni. De hogy ilyen őrületesen. És most is így jöttem el, és egy órára csak elmegyek, ledölök,
vagy elmegyek valahova, és meglátom 3 óra után, és így, de a nagyot is így megdobban a szívem. És ez egyszerűen nem múlik. És tudom azt, hogy megszületett a Félix, és így vagyunk 4-en, és most kész vagyok. Most vagyunk kész. Én már nem kérek semmit. Én már nem akarok semmit. Mindennek rohadtul örülök, mindenért nagyon hálás vagyok, de megbecsülöm magam. Tényleg. Próbálok a rossz szokás, tehát hogy így próbálok visszatolni, amit lehet. Egyébként értem. Akik ismernek, azt hiszem, hogy ezt értik. Áldás van rajtad, Lilu, még akkor is, hogyha bizonyos dolgokkal magadban meg kell küzdened. Nagyon sokat nem kapsz, vagyok könnyű. De közben kell, tehát van feladatod, ez biztos. Csak azért mondom ezt, mert az emberek ilyenkor azt gondolják, hogy de irigylem, pedig senkinek sem könnyű. Akkor vidd el az érzéseit is, vidd el a szorongásait, vagy a feladatokat. Nálam jobban senki nem szorog azon, hogy ez elvész, és hogy milyen árat fogok fizetni ezért a sok szép pillanat. Ne teremts ilyeneket! Nem teremtem, csak mondom, ezt nem teremtett, mondom, hogy mit. De a szóval teremthetsz. Na jó, most még egy parát rád raktam, ez szép. Nem. Jó, ettől így nem tartasz. Viszont tudod, mit szeretnék most? Behívom hozzád a Lacit, és ha már a Félixről így meséltél, nézzük meg azt, hogy milyen kapcsolat nem fogjam megbántani a nagy fiamat. Mind a kettőt megnézhetjük. Jó. Mit szólnál, ha Dáviddal is megnézzük, és megnézzük Félixet is. Novák László asztrológus ezúttal Lilu fiaihoz fűződő kapcsolatát elemezte, mely során tudott olyat mondani, ami talán kapaszkodó lehet az édesanya számára. Játékként fogjuk föl, jó? Mit érzel most ezzel a dolgokat? Ez most nagyon... Úristen, mert én úgy szeretlek, de tényleg ez történik most egy kártyát. Tarókártyával megnézzük azt, hogy milyen kapcsolatban vagy. Jó. Először a nagy fiaddal, utána pedig a pici fiaddal. Jó. Széthúzom előtted, ez 78 darab lap. Neked annyi a dolgod. Somával volt, csomó ilyen élménye vagy egyébként. Nem akarok. Nem, tényleg vele annyit csináltam, hogy... Hát ez most egy kicsit más lesz. Tehát az a lényeg, hogy kéne húznod úgy 7 lapot, hogy nem fordított fel, és egymásra halmozod őket, hogy a sorrend meglegyen. Most nem ezért, de ritkán szokott ennyi nagy arkánon lenni. Nagyon sok. A tarót felosztjuk nagy arkánumokra, kis arkánumokra. Kis arkánumból sok van, azok ilyen kis sejtések, kis környezet, nem a mély hatásúak, mint a nagy arkánumok. Nagy arkánumból 22 van, de 20-tál a 7-ből 4-et. Ügyes vagy. Ennyi, az jó. Jó, mert fontos a kapcsolatotok. Tehát, hogy azt látom, hogy ez egy fontos kapcsolat. Jó, mondjuk igen, nyilván gyerekeddel. Igen, tudom. Na figyelj, ez a kapcsolat egy földjellegű kapcsolat. Én nem tudom, te milyen jegyű vagy, de ez egy földlap. Földbika vagyok. Hát, mert ez föld. Például. Igen. Most, hogy mondod. Földjellegű, milyen a 9-es, ez egy jó lap. Teremt. Megteremtek. Mit teremtek? Jó kapcsolatot a gyerekemmel. Ebbe te részt veszel, mert ez egy nő. Tehát, hogyha látom, hogy jó a kapcsolat, hogyha jó a kapcsolat, abban te tevőlegesen részt veszel. Miattad jó a kapcsolat. De te állsz hozzá úgy. Biztos jó anya vagy, mert hát ezzel nem lesz rossz anya. Az mi az, ugye? Ez egy álomhintó, és ez a szellemiséged. Hát bizony van. Lehet, hogy azt mondod, én ilyen materiális vagyok olyan, de hogy nagy lelked van, nagy szíved van, azt tuti, mert az ott jelentkezik. Ugye az álom, az mindig egy spirituális tartalom. Tudom, hogy ez nem, de ez így belefér. Így belefér. Ez nagyon egyértelmű, egy nagy arkánum, a 7-es. Képes vagy nézőpontot váltani például. Képes vagy a keretéd túlnőni a gyerekkel szemben. Most nem azt mondom, hogy mindig. De... Nem vagy képes? De nem mindig, de igen, de egyébként igen. De azt is láttam, hogy a gyerek azért tud akaratos lenni, és néha egy kicsit el tud téged akasztani. Hát néha sírok miatta. Komolyan. Persze, meg tud. Mert egy erős egyéniség, ezt kell fölfognunk. Ő egy erős egyéniség, neki egy égi lapja van, neked egy földi lapod van. De azért az anya jól működik. Tehát rengeteg mindent bele tudsz rakni a tarisznyájába. Hát pakolom. Édesem, igen. Ő is a tiéd az egyébként. Vagy jó. Ő kivesz. Erre azt mondom, élből ez egy jó kapcsolat, mert a szellemi szint jó. Itt fogtok kommunikálni, itt csináltok mindent. Ez egy nagyon jó szint. És tudod, mikor akad el a gyerek? Igen, azt is mindig látod. Tudod, mikor akad el a gyerek. Gyors vagy. Nem tudom, hogy tudják-e, nem. Mika létedre gyors az érzelmi szinte gyors. Ez egy tüzes szint,
tűz van benned. Most ez a tűz, ha jól működik, akkor te nagyon tudsz embereket szeretni, de nagyon tudsz robbanni. Mert ebbe ott van a robbanás. Nem hiszem, hogy így van, Lilu. De a gyerek kezdtem. Hát ez én vagyok. Ez te vagy. Jó, de ezt tudtátok. Te, én biztos nem tudtam. Nem? Gyerek, imád téged. Nézd meg, ez egy angyal. Hát az angyal egy 14-es, ha most a számisziket is hozzávettem, az 5-ös, az mindig az érzelmi középpontunk. Hát ez a gyerek szeret. Kész. Nincs mit hozzáfűznem. És te vissza tudod vele szembe tartani, tudod működtetni a megértőnöt, csak néha robbansz. Megmondtam, hogy én kis olasz. Igen, ja, igen. A kis olasz, látod? El tudod képzelni, hogy tudok néha üvölteni. Azt a legnagyobb szerelemmel. Szerintem te nem tudod elképzelni, hogy én. Azt tényleg tudom. Nem. Uh-huh. Na, nézzük a fizikai. Na. Yes, na arra vagyok kíváncsi. Az milyen? Hát a gyerek azért jó nagy tűz jellege van azért a gyereknek. Nézzek, hogy kell vele küzdeni. Tudod, ez amikor így megpróbálod egyben tartani. Sok az energiája. Sok az energiája. Ő maga ritkán tudja összefogni a saját energiáját. Most téged ez azért egy kicsit frusztrál. Kihúztad a halált. Hát nem. Jaj, de jó! Hurrá! Na látod, mondtam, hogy jó lesz, hogy jövök. Igen, igen. De a halál, de figyelj, de a halál arra jó, hogy azért ritka jó lap. Mert nem várod meg a változást, hanem képes vagy változtatni a fizikai kapcsolatotokon. Te tudod, hogy kell beavatkozni. Mert ez is egy égi lap, ez egy égi négyes. Tehát nagyon megértő vagy a gyerekkel. Az vagyok. Az vagyok. Az vagyok. Hát, ez a nagy vonala. Elfáradok benne, meg kikészülök, de az vagyok. Az benne van egyébként, hogy milyen előző életes kapcsolat volt közöttük, amiben ő nem hisz, de nem engem hisz, érdekel. Mondhatom? Persze. Volt párkapcsolatotok, amikor... Tehát szerelmi kapcsolat? Párkapcsolat. Tehát párkapcsolat. Okay. Igen, valószínű szerelmi. Igen. Ráadásul olyan... Nem tudom a nemeket meghatározni, hogy ki volt a nő, ki volt a férfi. Tehát abban az nem mutatják a lapok. De azt is láttam, hogy ő volt az apád, te meg voltál a fia. Volt egy ilyen kapcsolatotok. Is. Ha hinnél benne, akkor valószínű, van egy ilyen ősi része, vagy egy régebbi része. Egyébként nem érzed azt néha, hogy ilyen atyáskodó tud lenni? De ő mindenkivel, tehát annyira intelligens, hogy mindenkit megért, és mindenkinek ilyen tök jó társa. De és akkor nézzük a Félixet, jó? Ugyanebben a módszerrel. Ez egy szoros kapcsolat köztetek a nagyjal, az egyértelmű. Majd megnézzük, milyen a kicsivel. Azt se gondolnám, hogy kisebb lesz. A tűzgolyóval, igen, kíváncsi vagyok. Olyan, de hihetetlen családban a kicsi. Konkrétan? Konkrétan is jutott. Tényleg olyan. Ez az egész a szeretetről szó. Egy ömlő szeretet. Ömlő szeretet. Tudom a tüzesség ellenére, de hogy mindegyik lap. Érzelmek. Hát így ömlik el, tényleg ez. Ez ömlik. Tehát ez ömlik, ez egy ilyen kapcsolat. Most fogom tudni taglalni, de hát van egy nagy arkánuma. Ő melléd akart születni. Kinézett préda voltál számára. Azt látom. Igen. És most sem engedel. Igen, de nagyon szeret. Tisztán szeret. Tisztán szeret, de egy tűzgolyó, mert itt az oroszlán. Aha. Tele, ő is energiabomba. Energiabomba, csak talán majd jobban fogja tudni uralni. Mert ez egy fehér ruhás égi minőség. Tehát jobban fogja magát összeszedni. De most még árad. Most még árad, de azért, mert itten kevesebb a kontroll. Nincs. A te részedről néznek, hogy az egy kicsi lap, tehát hogy egy nem nagy arkán, élvezed, élvezed ezt a gyereket. Jaj, nagyon. Szellemileg élvezed, de be tud segítenem a hármas, az mindig rendbe rakó minőség. Rálátsz a gyerekre, és segítesz neki. Segítesz neki a magad módján, mert ő egy nagyon fejlett minőség. Tök jó. De azért az anyai kontrollra szükség van, mert ez mindkettő tökre vonatkozik. Ez egy teremtő lap. A kilences. Így van. Hát a kilences az előbb is teremtő volt, mert ott is teremtő lap volt középen. Tényleg. Csak az egy földjellegű, ott te domináltál, itt meg mindketten, nem mindketten helyek vagytok. Ez egy közösebb erőmű. Uh-huh. Ebben nagy érzel igazságot? Két játszmás, ez két játszmás erő. Más a dinamikája a két gyerekkel nyilván. Mindenszülőnél így van. És nagyon másra pöccen, másra nyugszik, más az út hozzá.
Ez de szép megfogalmazás. Mert a Félixhez az kell, hogy megöleljen, megszorítsam, és ne engedjen el, és hozzám érjen. A Dávidhoz meg az kell, hogy beszéljek hozzá, hogy figyeljek rá, hogy tényleg a szellemiség. Csak rá figyeljek, neki a figyelmem kell, neki pedig az erőm, a testem, a csontom, a húsom. Meg az érzelmeid, mert ez tiszta érzelem. Igen, ez ilyen, egyébként az is, az első perctől, a születésétől kezdve ilyen, tényleg olyan, mintha megnyílt volna az ég ilyen. Milyen kifejezéseket használsz? Nagyon. Még a végén itt eltérítelek. Nem nyílik azért. Ezt mondta a Kriszta is. Figyelj! Nekem ne figyelj, hogy máshogy kapja vissza! Nekem máshogy kapja le Kriszta! Jó, menjünk tovább, nézzük meg nagyon az érzelmi. A lelki szint nagyon magas. Kejhek 10-es, teremtés. Ő a szívébe megteremt valami utat hozzád. De biztos, bűködik is, mert hát biztos átmegy hozzád. Te meg óvva, féltve figyelsz a gyerekre. Megugrod önmagad, mert a hetes azt mondja, megint jön a hetes, de milyen jó anya, hogy mindig nézőpontot akar váltani. Na nézzük a fizikai síkot még. Fizikai sík, hát most megint két kelyekről beszélünk. A gyerek szeret. Na hát! Mert a hatos. A hatos az egy asszális szám. Asszális, amikor az érzelmekkel akarok mindig foglalkozni, mindig jól akarom magam érezni, de akarok az anyára hatni. Ez pontosan, tehát hogy ez az egyetlen lap, ami ilyen gyerekről szóló lap, de tehát hogy a gyermeki, és egy virágot ad az, a nála kisebb öreg asszonynak, azt nem tudom, hogy értelmezzem, de minden is, tehát hogy ez egy ilyen gyermeki közeledés. Igen, gyerekkorra szoktuk vezetni vissza ezt a lapot. Hatásokat akar nálad elérni. Manipulatív, én ezt így mondom, hogy de te eléred, mert szövetséget kötsz vele. Jó van, gyerekem, a manipulatív, akkor manipulatív. Ez így van. De hat rád. De szeret, hát ugye, ez összes lap szeretett lap. Nem buszta semmi más, csak kelyeket. Tök jó. Igen. Van olyan, amikor nem ennyire jó? Van mindenkinek jó? Na, van, amikor nem ennyire jó. Igen. Amikor nehéz, amikor terhelt a kapcsolat, amikor rohadt sok feladattal van tele. Igen. Tehát amikor van egy torony, van egy ördög, van egy, tudom én. A halál, hogyha más helyre kerül, akkor azért tud más. Hát igen, a fizikai szinten azért jó, mert be tudsz szabadkozni a gyerek sorsába, és az jó. Tudod terelgetni az úton, igen. Mert ott te vagy a fejlettebb. Nem, én ezek mind így vannak, de én ezeket tudom. Mm. Én nagyon ismerem őket, mert minden energiám arra megy el, hogy az energiám nagy része arra megy el, hogy figyelem őket, és kicsit szolgálom így a lelki igényeiket, meg a fizikai igényeiket, és egyébként van egy ilyen, a nagyja van egy nagyon jó barátság is, egy ilyen szövetség, egy ilyen, olyan, mint egy jó barát, tényleg. Úgy lehet vele beszélgetni. A kicsi az meg egyszerűen csak így megkaparintott. Tényleg ez van. Na akkor most azt áruld el, hogy nagyon fájt. Nem fájt egyébként. Na cuki vagy, nem, azt tudtam, hogy te nem csinálsz, azért, mert tudom, hogy te nem csinálsz semmi olyat, ami bánt, mert te nem tudsz bántani, mert te tök rendes vagy, és azért is jöttem el, mert tudtam, hogy ha bármi nekem nem komfortos, te azonnal vissza fogsz lépni magadtól, mert neked fontos az, hogy a másiknak jó. De én tudtam. Én voltam csak a kakuk tojás. Nem, jó. Nem, hát tudtam, hogy... Lesz egy ilyen része, igen. És nem volt szörnyű. Megnéztem még párat tegnap este. Ne! Hogy kinél hogy volt, igen, olyanok, igen, hogy akiről azt gondoltam, hogy így lehet valamiféle párhuzam velem, és úgy láttam, hogy azért úgy mindenki így a saját világába maradt, szóval senkinek nem kell, persze. Meg senki nem. Mert nem az a célom, hogy én meggyőzöm őt valamiről, hanem de az a célom, hogy kiderüljön, vagy. Hogy ő csak benne mi vagy. Így van. Hát ez rólad szól. Mi vagyunk a segédeszköz. Köszönöm, hogy jöttél. Jó, jó. Mondjuk a szívesen. Most egy kicsit megnyugodtam. Igen, de jó, akkor jó. Mégis akkor a rosszat így azért kiűzted belőle? Igen, és most a Kriszta már nem ugyanazt kapja vissza, erre készüljön föl. Köszönöm, Laci. Én is nagyon élveztem. Én is nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tudom, a gyerekeknek minden sinem van. Minden sinem a gyerekek. Minden sinem van, minden jóban folytatjuk tovább úgy. Folytatjuk ezt az utat tovább. Jó, szuper. Sokan úgy gondolják, a családunk tagjait kapjuk, és nincsen választási lehetőségünk. Pedig van.
a lélek vezetői segítségével megtervezi elkövetkező, fizikai síkon leélni kívánt életének alappilléreit. Az egyik legfontosabb pillér az a közvetlen közeg, amelybe megszületik. Nem mindegy, milyen tehetségeket, képességet vagy hiányosságot kaphat az őt jó esetben váró szülőpárostól. Nem véletlenül születünk oda, ahova, és nem véletlenül lesznek éppen azok az emberek életünk legfontosabb szereplői, akik azzá válnak. Akkor sem, ha fájdalmat okoznak. Érdemes így szemlélni a családunkat, barátainkat és az ellenségeinket is. Az új külső mögött a jól ismert buborékok pezsegnek. Lehet hétvége vagy hétköznap, vedd észre a minőségi pillanatokat, és bonts pezsgőt a sikerre! A műsort és a komoly kapcsolatokat a randivonal.hu támogatja. Ismerkedj korlátlanul és duplázd meg az új előfizetésed a dupla21 kuponkóddal. Részletek randivonal.hu/lélek. Én egy nagyon mély hitet fedeztem föl saját magamban, saját magamra vonatkozóan. Amikor magánéleti töréspont volt, amit kérdeztél, akkor pontosan ezt használtam, mert ugyanilyen nehéz élethelyzetbe kerültem. Ráadásul akkor már gyerekek is voltak. Annyira hálás voltam a nem tudom minek és kinek, hogy akkor már nem estem annyira kétségbe, hanem mertem azt hinni, hogy összeszedem magam és csinálom.